most egy kicsit más szemszögből, de továbbra is a 40 évvel ezelőtti eseményeknél maradunk. Körösnél Mikis Márta tartja meg a következő előadást. Köszönöm szépen. Szeretettel köszöntöm a megjelenteket. És valóban itt történt, ahogy Gábor mondta, előadást tartott meghívásunkra Neumann 120 alkalommal, és mondtam, hogy hát igen, de az iskola számítógépről is jó lenne megemlékezni, mert 40 éves. Hát így jött ez az ötlet. És most csak egy kis ismétlés, Sima professzor úr részletesen elmondta az OMFB tanulmányt. Talán hozzátenném megelőzőképpen, én 84 óta, ahogy indult ez a program, azóta dolgoztam fiatal kutatóként az Országos Pedagógiai Intézetben, ahol előzményként volt már egy zsebszámológépek az oktatásban kísérlet. A TI-ről volt szó, mint az ISP felelősséről, a pályázatról is volt szó, és itt látható képpen a HT1080Z és az ABC80, amin én még vizsgáztam is az ELTE-n, a Zsakó Laciéknál, kazettás tárolón, adatbázis készítés, növényhatározóval, hát nem volt semmi tekerni a magnót. No, én azért mondom 40 évesnek az iskola számítógép programot, mert most nézzük, hogy az iskolákban mikor indult el. Hát az előzmények már jóval régebbiek. Tehát a 83-84-es tanévben, de már a 83 tavaszán, az áprilisi tavaszi szünetben ilyen gyorstalpalós tanfolyamokat tartottak tanároknak, hiszen az volt a HT-gépek átvételének feltétele, hogy az iskola legalább két tanárt beiskoláz, ugye, mert nem voltak felkészülve a tanárok. Ekkor indult az OPI-ban is a kutatási fejlesztési program, kidolgoztunk egy szakanyagot, amit társadalmi vitára bocsátottunk. Említsük meg az Országos Oktatástechnikai Központot is, az OOK-t, ő kapta feladatnak a Veszprémben volt akkor a székhelye, országosan a tanár továbbképzéseket, majd gyorsan ugrunk egy kicsit, 86. januártól kezdtük meg az általános iskolákat felszerelni Commodore Plus 4 és Primo programokkal. Megalakult az OPI-ban a számítástechnikai programiroda, amely próbálta koordinálni az iskolai munkát, és számítástechnikai szaktanácsai hálózat is alakult. A megyei pedagógiai intézetekre támaszkodva, az ottani szakértőket bevonva. Sőt, majd mondom, egy tanulmány is született már 3 év után az ISP történetéből. Ígértem, az iskolákba pillancsunk be. Ugye a TI-nek és az OMFB-nek az elképzeléseiből konkrétan rögzítve volt, hogy nagyon fontos célja van az iskolai számítástechnikának, lehetőleg minden diák sajátítsa el az alapismereteket, ha lehet külön órán, ha máshogy nem, tantárgyak alkalmazása során, ezt minden tanulónak meg kell tanulni. No de, ugye akkor még nem volt önálló tantárgy, nem volt hozzá óraszám, és nem volt felkészült tanár sem, tehát egyelőre az OPI azt ajánlotta, hogy próbáljuk meg az első lépéseket a matematika tantárgyban megtenni, mondjuk az algoritmusok és a programozási ismeretek elemeinek a tanításával, illetve a technika tantárgyban, ahol inkább az eszközökre, perifériákra, működésre koncentráljunk. Itt is egy hatalmas köszönet illeti azokat a lelkes tanárokat és diákokat, ma úgy mondanánk, hogy innovatív pedagógusokat, akik ebben a hőskorszakban az első fecskék voltak, lesz még róla szó, a Piarista gimnáziumról, tudom, Kovács Mihály tanár úrról, de a Fazekas gyakorlóról, vagy a Miskolci Földes Ferenc gimnáziumban Dusza Árpád, itt a teljesség igénye nélkül kiragadott példák, illetve az OPI is körülbelül 11 tucat iskolában, úgymond iskola kísérletet indított, például a Szegeden a Tarjánvárosi iskolában, vagy nem véletlenül Szekszárdon a Garai gimnáziumban, ugye Kovács Győző ott érettségizett. Na most számítástechnika fakultáció már azelőtt is volt, én hoztam ide egy pár relikviát a pincéből, még dupla ennyit hozhattam volna, hogyha cipelek.
tehát itt meg lehet nézni a szünetben, de ez a régi 81-ben kiadott számítástechnikai fakultáció még nagy gépekre és operátor képzésre irányult, nem a mikrogépekre, illetve személyi számítógépekre. Tehát azok az egyedi tantervek születtek a géposztás után, elsőként az Zrínyi Miklós gimnáziumban indult engedéllyel számítástechnikai fakultáció, ami már ebből az új témából érettségiztetett, vagy a Gyöngyösi Sétányi Budapesti Számítástechnika tagozat, Abdán, Környei Lászlóval, Győrött, Ságvári iskola, és így tovább. A gépek mire voltak képesek? Bekapcsoltuk basic nyelvre. Tehát egyértelmű volt, hogy a basic programozási nyelv alapjait tanítjuk, de meg kell említeni, még kitérek rá, hogy a logó és a robotika is már csírájában megjelent. Tehát központi egységes tanterv nem volt, NAT nemzeti alaptanterv sehol se volt. Kiegészítve Sima professzor úrnak az előadását, 83-ban, amikor az első gépeket kiosztották, akkor 550 tanulóra jutott egy gép. Ez most őrült soknak tűnik, de már szinte szűk egy év múlva már ez az arány majdnem jobb lett, mert már 250 tanulóra jutott egy számítógép középiskolákban, amivel azt kell mondani, hogy Európának kvázi az élvonalában voltunk, mert nálunk volt kormányprogram, körülbelül a franciákkal voltunk egy szinten, egy picit lejjebb. Tehát maga a tény, ez egy tényleg nagy lépés volt. Ami azért az iskolai munkát hátráltatta, az, hogy nem csak a szoftverhőján, hanem heterogén volt a géppark. Tehát ebben a bizonyos OPI tanulmányban, amit majd még idézek, 86-ban már több mint 16 géptípus volt az iskolákban, hiszen más forrásokból is bizományvállalat, stb. Szülői támogatás szereztek, tehát Commodore család, Sinclair család, még Proper, és így tovább. Volt szó a pályázatról, a TI úgy döntött, nem úgy döntött, hogy azt a fejlesztési pénzt célzott programfejlesztésre, szoftverfejlesztésre adja, hanem pályázatokat várt. Mint minden pályázatnak, ennek is voltak gyermekbetegségei, hiszen ad hoc érkeztek a programok, jó részt a természettudományos tárgyakra, de már egyre nőtt az eladott példányok száma, mint látható 86-ban már 15 ezer példány kelt el kazettán, általában ezek a 500 forint átlagáron voltak ezek a kazettás programok. És az iskolákban mi történt? 85. októberi minisztériumi statisztikai adat szerint a szakmunkás képzőket is belevéve már 1600 iskolában volt, középiskolában volt szakkör, és 135 gimnázium fakultáció. És ne felejtsük el, hogy csak 1986-ban indult az iskola számítógép program hivatalosan az általános iskolákban, de már 768 szakkörről számolnak be az iskolák. Egy személyes példa, hogy például hogy történhetett ez, hát például úgy, hogy én a saját Sinclair spektrumomat és egy kölcsönkért Commodore 64-et cipeltem be hetente a gyermekeimnek az általános iskolájába, és 7.-8-osoknak körülbelül 2 éven keresztül tartottam itt szakkört, hát vagy 30 gyereknek erre a 2 gépre, de hát nagyon lelkes, mindenki borzasztó lelkes volt. Tehát voltak már szakkörök, pedig még hivatalosan sehol se voltunk. És a sok-sok egyre több képzett tanár, ezek általában az ilyen rövid, gyors talpalós tanfolyamok voltak, az volt jellemző, hogy együtt tanult, diák és tanár is. Kiadványokra is szükség van természetesen. Minden dicséret innen 40 év táblatából a műmagazinér, a mikroszámítógép magazinér, ez a sokat idézett első példány, én is hoztam egy régebbi példányt itt, illetve nagy segítséget jelentett az ötletnek a újságnak a bitlet melléklete, Arcanumon mind fent van, olvasható, kereshető, nagyon jó, hasznos tanácsok vannak az akkor számítógépezőknek. Aztán mi történt? Egy egész ország a tévéképernyő elé ült, beindult a TV Basic, hogy a családokban is ugye elterjedjen ez a programnyelv, és szintén egy alapműnek számít az a TV Basic könyv. Egy elfelejtett folyóirat.
az OPI is lépett, mert azt mondta, módszertani folyóiratra is szükség van. És a minisztérium támogatásával beindítottuk az oktatás informatika módszertani folyóiratot, ami 3 évfolyamot élt meg. 90-ben a rendszerváltás az OPIT is elvitte folyóirattal és minden együtt. Benedek András akkori igazgatónak a beköszöntője volt a legelső számban, ami itt látható. Természetesen az iskolai informatika fejlesztése a cél. És nézzük meg egy másik újságnak a képernyőjét, akkor a legmenőbb PC-t tettük rá, illetve itt a kicsik Sinclairrel dolgoznak. Tehát nagyon hasznos módszertani ötletek voltak ebben a folyóiratban is. 92-ben indult az Inspiráció folyóirat, mert előző évben megalakult az Informatika Számítástechnika Tanárok Egyesülete, ami azóta évtizedeken át a pedagógus továbbképzésben jeleskedett. Ez a folyóirat a mai napig most már csak online olvasható. Ha valahol valami jó eredmény születik, én úgy érzem, az kutya kötelességünk népszerűsíteni. És már ezekben az első fecske iskolákban is nagyon jó példák születtek, ugye, amit a pedagógiai szakirodalom best practice-nek mond. Hát mi volt a hírünk az országban, a világban? Minden elismerés Marc György professzornak az ELTE-ről, aki egyébként a TI is szoftverzsűrinek az elnöke volt, negyedévenként ülésezett ez a zsűri, mert 1985-ben Balatonalmádiban rendezett egy nemzetközi konferenciát, ahonnan a világ minden tájáról meghívta a mikrogépek, személyi számítógépek oktatási alkalmazásának kiválóságait. Fantasztikus, sokat tanulhattunk tőle. Itt a Neumann Társaságot dicsérem egyébként ezen a dián, azért írtam vastagon a nevét, mert 1985-től megindul a Nemes Tihamér programozási verseny, az OKTV-hez hasonló feltételeket próbál biztosítani, de miután tudom, hogy Zsakó László kedves volt kollégánk, erről később beszél, ezt meghagyom neki. Frey Tamás vándorgyűlések voltak, nemzetközi konferenciák sokassága, például Bulgáriában évente megrendezett Children in the Information és konferenciák, és így tovább. És akik logoztak, szintén egy nagyon jó európai szakmai társaság alakult ki, 2 évente úgynevezett Eurologó konferenciát szerveztek, ami köszönet a Neumann Társaságnak, mert ez a szatyor onnan van, konferencia szatyor, 97-ben felvállalta, és ő rendezte meg azt a nemzetközi konferenciát. Aztán, 87-ben pedig megalapította a Tarján emlékérmet, hogy díjazzuk azokat azóta is minden évben, akik az oktatásban, a pedagógiában jeleskednek. És még azért is köszönet, mert szakosztályok alakultak, a szakosztályok támogatása és szponzorálása például, hogy a pedagógusok részt tudjanak venni hazai vagy külföldi konferenciákon. Ismét a hazai kezdet. A Microscience 85 konferencián vajon kiül itt, mint meghívott előadó, nem más, mint a logó egyik szülőatya MIT-ről, Seymour Papert professzor. Úgyhogy nagyon érdekes előadást tartott, mellette Tóth Eszter tanárnő, és bizony a logó is elindult Magyarországon, most emelek ki 2 műhelyt. Az egyik az ELTE óvoda, Commodore 64-es gépen Turcsányin és Szabó Márta óvodai kísérlete. Neki, részben neki köszönhetjük a alapműnek számító, ugyanabban az évben, 86-ban kiadott első logószakkönyvet, és nézzük meg azokat a kis bájos rajzokat, ezeket óvodások készítették az ELTE óvodában Turcsányi Mártánál. Az OPI kísérlethez csatlakozott a Budapesti Tanítóképző Főiskola is, illetve a Kispesti HIKD, ma Árpád úti iskola, ahol Farkas Károly jeleskedett a logóval, oktatási alkalmazásával és a JIO-t, a Játékos Informatika Oktatás Szakmai Társulást megalapította, ami éveken keresztül tanítóknak, óvodapedagógusoknak módszertani továbbképzést tartott.
Bár a konferenciának a hívó mondatában az volt, hogy rápillantunk a középiskolai informatika oktatás helyzetére, valóban a középiskolák kaptak egy-egy gépet, ugye 83-84-re, de még a hivatalos indulás előtt nagyon sok általános iskola is lelkes pedagógusoknak, a pedagógusok házastársának vagy szülőknek köszönhetően rájött ennek a fontosságára, gépet szerzett, és a kicsiknél, legkisebbeknél is elindult a számítástechnika, informatika, amint itt látjuk még robotika is, kompurobot, máig kapható, én most rendeltem egyet a internetről, teknőc kertje játékok, Farkas Károllyal írtuk ezt a Jázzel a teknőcöt könyvet elsőtől hatodik osztályig, hát például ez 89-ben az a kötet olyan bestseller lett, hogy elfogyott, háromszor kellett kiadni, tehát már az iskolákban, óvodákban is elindult valami. Hát mit tanítsunk? Matematika, fizika, technika tantárgy próbálta és más tantárgyak alkalmazása közvetíteni még a hivatalos tanterv előtt ezeket a fontos ismereteket. És bizony mit találtam a pincében? Megtaláltam az OPI-nak az első tanulmányát, még... Jó, elég lesz, mindjárt vége. Hát még leporoló papírra nyomtatva, Matrix nyomtatón, és Commodore 64 a legmenőbb szövegszerkesztővel írva, ami már a három éves történetet bemutatja, kronológiát, hardware-szoftver feltételeket, rengeteg adat van hozzá, statisztikai adat, én ebből készültem most, sőt, kritikát is fogalmaz meg tulajdonképpen a iskola számítógép program első lépéseivel. Szociológiai kutatás is kapcsolódott az OPI kísérlethez, Csákó Mihály tanár úr vezetésével, és megjelent szintén egy kötet, elhoztam magammal, most már talán antikvárban lehet kapni, Számítógép oktatásügy és iskola címen, ez is szinte alapmű volt, az iskola számítógép program első éveit foglalta össze. Hát tanterv a hőskorszakban. Mint mondtam, nem volt központi tanterv, ezért az OPI-ban úgy döntöttünk, hogy valamit tenni kell. Képzeljünk el egy fiókos szekrényt, és ennek a fiókjaiban különböző tantervi modulok vannak. Miután olyan heterogén volt a iskolai feltételek, a hardware nem volt egységes, a szoftver, nem voltak a felkészült tanárok nem egyformán, arra gondoltunk, hogy az egy-egy iskola a saját személyi tárgyi feltételek megfelelően húz ebből a sokfiókos szekrényből, és majd maga fogja összeállítani azt a tantervet, amit végül alkalmazni tud. Hát azt hiszem, egy kicsit megelőztünk a kort, mert jó magam elkövettem egy mesterséges intelligencia nevű modult már akkor. Egy jó pár tucat iskola átvette ezt a tantervet, nem tudom, hogy éppen a EMI modult átvette-e. Minden esetre az akkor próbáltam a tananyagba a szakértői rendszereket, mesterséges intelligencia kutatásokat bevenni, prológ, M-prológgal ismerkedést, és ami érdekes, hogy a Mikroszámítógép magazinnak is a megfelelő számait ajánlom irodalomnak. A rendszerváltás az oktatásban is bekövetkezett. Mert az volt a helyzet, hogy az iskolák érezték, hogy valamit lépniük kell számításnak a terén. Egyedi engedélyt beküldtek a minisztériumnak, minisztérium elküldte az OPI-nak, OPI szakvéleményezte, vagy elfogadásra javasoltuk, vagy az iskolával konzultálva átdolgozásra. De ezt sokáig nem lehetett csinálni, mert bombázták a minisztériumokat országosan a legtöbb, legváltozatosabb tantervekkel, ez őrült nagy káoszt okozott volna. Nem is beszélve arról, hogy a TI-nek elfogyott a pénze a szoftverfejlesztésre, és nekünk küldték be ezeket a szoftvereket is, hogy nézzük meg. No, szóval szerintem az informatika számítás neki volt az első, ami részt ütött ezen a merev, kötelező tantervi rendszeren, és indukálta, állítom, a nemzeti alaptantervnek a munkálatait, tudnék más tantárgyak is természetesen a rendszerváltás szelével megújulni szerettek volna.
Végül 95-ben jelent meg az első nemzeti alaptanterv, önálló informatika tárgyal, számítástechnika és könyvtár használattal, plusz még a művészetek és mozgóképkultúra, médiaismeret technikába is kerültek bizonyos részek, és nagyon szép elvek, hogy mit ismerjenek meg a gyerekek, mit kell elsajátítaniuk a alaptanterv szerint. Végezetül minden néhány mérföldkövet kigyűjtöttem, mindegyikről sokat lehetne beszélni, külön tanulmányt írni. Hogyan folytatódott a kezdet? 90-es években, amikor már a PC-knek az ára jelentősen lecsökkent, felmerült a hálózati alkalmazás lehetősége. Kezdetben a Soros Alapítvány támogatásával jöttek gépek, internetre alkalmas gépek az iskolákba, és 97-ben indult a Sulinet program. 2002-ben a Sulinet Express, ami főképp az kedvezményes, adókedvezményes vásárlással eszközöket juttatott a gépbe, a iskolákba. 2004-ben az SDT Sulinet digitális tudásbázis, ami a tartalomra helyezte a hangsúlyt, digitalizálni kezdték a anyagokat. Majd interaktív táblák, ami megint egy teljesen új módszertani idényt vetett fel. Majd a Sulinet Plus program, hálózati fejlesztéssel, és mondhatnám a mobileszközöknek megjelenését, ami megint egy kicsit felforgatta informatika tanítást, és a NAT-nak különböző változatai születnek azóta is. Tehát napról napra új kihívások vannak a technikai fejléssel, és bizony egy őrült nagy kihívást kaptunk 2020 márciusában egyik napról a másikra, egy hétvégén, ugye, a váratlan online tanulás. De hát ez már egy másik történet, és én itt szeretném a figyelmüket megköszönni. Köszönöm szépen Márti szavait, nagyon adatgazdag előadás volt, és nagyon nagyot segített velem, illetve nekem a Márti, azt majd elmondom, hogy miért, úgyhogy köszönöm, és a nagyon érdekes fizikai dokumentumokat is, amelyeknek egyébként a digitalizálásában akár szívesen segítünk. Úgyhogy ez a Leporello kinyomtatott OPI tanulmány, ez nagyon fölkeltette az érdeklődésemet.